Ezeken a felvételeken is jól látható, hogy az egyetem környékén újra felpesdült az élet. A tavaszias napsütést élvező diákok azért vannak ismét itt, mert az előző héten kezdetét vette a tanítás, azaz egyetemi kifejezéssel élve elkezdődött a szorgalmi időszak. A hallgatók az elkövetkező 14 hétben előadásokra és szemináriumokra járnak. Idén az ünnepekhez kapcsolódóan két napon lesz tanítási szünet. Elsőként március 15-én, majd április 25-én húsvét hétfőn. Egy rövid tavaszi szünetet is élvezhetnek majd a hallgatók, ennek időpontja április 21-e csütörtök és április 22-e péntek. A tavaszi szünetet követő héten április 25-én 0 órától indul a VEN és egészen vasárnap hajnalig fog tartani. Az egyetemi napok alatt csütörtökön és pénteken nem lesz tanítás. Idén is a megszokott időpontban, a szorgalmi időszak utolsó napján, azaz május 13-án lesz a Balaton regatta. A Veszprémi és Keszthelyi kampusz közötti evezős verseny ebben az évben Balaton-Almádiban várja a lelkes szurkolókat. A vizsgaidőszak május 16-án hétfőn kezdődik, és június 24-én pénteken fejeződik be. Ettől a fél évtől kezdve a fontosabb dátumokat és híreket nem a levelező listákról kell összeszedni, elég megnyitni az új Neptun nyitó oldalát. Tartalmilag nem sok változás van. Elsősorban a dizájn az, ami megváltozott, mind a hallgatói, mind az oktatói webben. Az, ami egy fontos változás, hogy a hallgatónak nem kell belépni a Neptunba, hogy fontos híreket megkapjon. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mindig Neptun üzenetbe költük el a legfontosabb információkat. Most ezt a nyitó oldalra ki fogjuk rakni. Neptun üzenetbe elsősorban személyes üzeneteket fogunk küldeni, de általános minden hallgatóra vonatkozó hírek azok a nyitó oldalon fognak megjelenni. Mint ahogy most is látható, hogy ebben a fél évben milyen oktatásszervezési feladatai vannak a hallgatónak, mikor milyen kérvényt intézhet, illetve feladatot intézhet, ez mindjárt a nyitó oldalon megtekinthető. Előző hét péntekig volt lehetőség a hallgatóknak arra, hogy változtassanak a fél év tárgyfelvételén, de még a költségtérítés csökkentését is lehet kérvényezni. Ami nagyon fontos, és amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy költségtérítés csökkentésére még van lehetőség, tehát a költségtérítés csökkentésének a kérelmét még le tudják adni, és ennek 23. azt hiszem a határideje, de utána, ezt már nem lehet kérni, viszont nagyon gyorsan el fogjuk dönteni, hogy ki az, aki költségtérítést, csökkentést kaphat, mert még egy hétig lehet a már megkezdett fél évet passziváltatni. Tehát aki nem tudja vállalni a költségtérítést, az passziváltassa a fél évét, ezt még megteheti március elejéig. Az oktatási igazgató azt is elmondta, hogy a hallgatók mindenképp várják meg a kérvényük eredményét, és csak utána gondolkozzanak el a fél év passziváltatásán.